maszkban léptek be a vásárlók ebbe a nyíregyházi bevásárlóközpontba. Miközben hónapokkal ezelőtt még csak az üzletek belsejében kellett viselniük a védőeszközt, magában a létesítményben nem. Múlt hét óta már az utcán is rajtuk kell lennie. Ahhoz is hozzá kellett szokniuk, hogy korábban zárnak a boltok. Az üzletek és a fodrászatok és az egyéb kisipari szolgáltatók este 19 órakor bezárnak. A Korzó helyi vezetője szerint a járvány első hullámához képest ezúttal kevésbé fájdalmas és racionálisabb döntés született, ami őket úgy érinti, hogy hétfőtől szombatig egy órával korábban kell bezárniuk. Ennek következtében azonban ez az egy óra elveszett a vásárlásra fordítható időkeretből, melynek úgy látják van hatása a késő délutáni bevásárlásokra. Olyan tumultus nincs ugyanakkor, mint tavasszal, igaz, még nem sok tapasztalatuk van ezzel kapcsolatban. Az elmúlt napokban beszéd témává vált, hogy Ausztriához hasonlóan idehaza is teljesen bezárhatják a bevásárlóközpontokat, plázákat a szigorítások újabb lépéseként. A megkérdezett szakember szerint azonban erre nem fog sor kerülni. Voltak már egyeztetéseink ezügyben. Én bevásárlóközpont igazgatóként arra számítok, hogy Magyarországon ez a döntés nem kerül bevezetésre. Bízzunk abban, hogy a koronavírus járvány statisztikai számai és a megbetegedések is jobban fognak alakulni, mint esetlegesen Ausztriában. Tehát nem számítunk teljes bezárásra, hogyha lesznek szigorítások, amire esetlegesen számítunk, hogy a nyitvatartás további szűkítése esetleg bevezetésre kerül, vagy bizonyos üzletek nem nyithatnak ki. Az elmondottak alapján tehát újabb szigorítások jöhetnek a következő hónapokban. A vezető beszélt arról is, hogy a különféle üzleteket más-más mértékben érinti a vírus helyzet. Ennek függvényében adtak bizonyos kereskedőknek minimális engedményeket tavasszal a bérleti díjakból. 57 üzletünk van, és az eltelt időszakban ezen bezárt üzleteknek a száma minimális, és akik bezártak, ők is inkább még a koronavírus világjárvány előtti gazdasági problémáik miatt zártak be. Tehát közvetlen módon még a koronavírus világjárvány miatti bezárásról nem tudok beszámolni. Nyíregyháza, mint vidéki nagyváros, és Korzó, mint vidéki bevásárlóközpontot nem érintette annyira negatívan egyelőre ez a válság, mint a budapesti bevásárlóközpontokat, tehát vidéki üzletek vonatkozásában a forgalom visszaesés nem volt annyira drasztikus, mint Budapest vagy a még nagyobb városokban. A privát bankár arról írt a napokban, hogy főleg utóbbi helyeken tömeges, végleges bezárások jöhetnek már a tél végén, ha nem lesz állami vagy önkormányzati segítség. A cikk szerint nyára a legtöbb plázában vagy más üzletközpontban többnyire bérleti díjmentes időszakokban, meghatározott időszakra csökkentett bérleti díjakban egyeztek meg a felek a bérlők javára. A második hullám érkezésével azonban most arra a nullához közelít a boltok üzemeltetőinek készpénztartaléka. Néhol már nem fizetik a bérleti díjat, és közben lejárnak a korábban kialkudott kedvezmények. Ha ez nem változik, sokan húzhatják meg közülük végleg a rolót.